Egyébként tényleg a bűvészet az egy olyan dolog, hogy bennem nem is az, hogy tátott szájjal nézem, hanem mindig tudni akarom, hogy ezt hogy csinálják. Pedig olyan jó, amikor az ember nem tudja, hanem hagyja magát elvarázsolódni, ahogy te mondod. Már ez van bennem. És egyébként azért most, hogy az online felületeken is egyre többen tudnak így megnyilvánulni, szerintem az azt jelenti, hogy a fiatal generáció is egyre több nézőhöz tud eljutni, és a fiatal generáció tagja Szűcs Bálint is, aki most eljött hozzánk. Szervusz Bálint! Szia. Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket! Bálint, te is azért úgy kezdted, mint a legtöbb gyerek, hogy egy bűvész dobozból megtanultad az apró trükköket. Én ennél a ponnál elakadtam, örültem, hogy eddig tudtam szórakoztatni mondjuk a családtagokat, de nálad ez mikor lett kicsit komolyabb ennél? Hát engem mindig is nagyon érdekelt a bűvészet, kiskoromban is, de csak olyan szinten, hogy a bűvészdobozt otthon használtam, és úgymond játszottam vele, és 12 éves koromban kaptam egy ilyen profib bűvészkártyát, amivel otthon YouTube-on elkezdtem trükköket tanulni, és utána pedig egyre több trükköt tudtam, majd Pesten egy bűvész találkozóra is elmentünk, ahol megismertem ugye így szakmabelieket, és jó kapcsolatok kötődtek így más bűvészekkel, és utána pedig nyilván egyre jobb, egyre profibb trükköket csináltam, majd 8. koromban volt az első fellépésem. És milyen trükkökre specializálódtál, mi a te műfajod? Mert gondolom, hogy azért így fel lehet osztani a technikákat. Persze. Igen, hát kétféle vonalat képviselek, az egyik a színpadi műsor, amit ugye rendezvényeken, fesztiválokon szoktam csinálni, illetve az úgynevezett mikromágia vagy street magic, amit a videókban szoktam csinálni, kártyatrükkök, hasonló apró tárgyakkal. És hogyha már mondod a videókat, azért olyan sztárokkal csináltál már különböző feltöltött tartalmakat, mint például Marics Peti, a Bagosi Brothers Company, Járai Márk, de ki volt az, akivel a legnagyobb élmény volt számodra találkozni és elkápráztatni? Igen, hát kicsit több mint egy éve csináljuk ezeket a videókat, amiben magyar sztároknak bűvészkedek, és ez alatt az idő alatt kicsit több mint 20 hírességgel sikerült videót készítenem. Mindenkivel nagyon jó egyébként a forgatás, tehát nagyon-nagyon rendesek így élőben is. Hát ugye Marics Petiékkel már többször készítettünk videót, velük kifejezetten nagy élmény a forgatás, és az Eddának is varázsoltam, azt sajnos nem vehettük fel egy fesztivál backstage-ében, de az nagyon nagy élmény volt. És most abban a megtisztelő helyzetben vagyunk, hogy nekünk is fogsz mutatni végre egy trükköt. Jöhet az akció, egyébként ugye volt pár hónappal ezelőtt, akkor pont Tóth Falusi Fanni volt velem, hogy szintén itt az adásban varázsoltak el bennünket, de most akkor lássuk, hogy mivel tudsz te előállni. Igen. Elkérhetném valamelyikőtöknek a telefonját. Igen, készültünk. Elég egy? Elég egy, igen. Na hál' Isten. Igen, feloldod, kérlek szépen, és belépsz. Na hát, az úgy könnyű. Mert én is csodák lennék képes, hogy Edith telefonját feloldom. És akkor a telefonosod? Belépünk a böngészőbe, belépsz nekem, légy szíves. És a bank alkalmazásodat nyisd meg, kérlek Edith, és a fizetésed felét, hogyha lehet, mondom azt. Eltüntetjük róla a fizetést. Szuper. És én beírok ide valamit. Az ablak tükröződésében próbálok. Egy gyorsabbat előre így elhelyezek. Igen. Így az asztalon ide letesszük. És egy érdekes csomagkártyával fogunk varázsolni, amiben az az érdekes, hogy a kártyalapokon egy-egy így a világ különböző pontján lévő híres épület található. Például a Colosseum, Taj Mahal és 52 különböző kártya. Nem is tudok ennyi híres épületet. Hadd kérjelek meg, hogy valahol körülbelül a csomag felénél mondj nekem egy stoppot, jó? Jó. Stopp. Jó lesz. Szuper. Arra kérlek, hogy vedd el a lapot, és fontos, hogy csak ti ketten lássátok. Jó? Ez nagyon fontos. De remélem megismerem. Nézzétek meg. Azt talán azért megismerem, igen. Megvan. Jó, és tedd le kérlek ide. Voltál már ezen a helyen? Nem. Nem? És szeretnél esetleg oda eljutni? Igen. Te már voltál ott? Én voltam. És jó volt? Jó volt. Szuper. Nem szeretném, hogy hangosan kimondjuk ennek az épületnek a nevét, nehogy az legyen, hogy itt a telefon, bármi hangfelismerő rendszer, vagy bármi. Viszont hadd kérlek meg arra, hogy én megfordítom a kártyát, te pedig háromra fordítsd meg a telefont, jó? 1, 2, 3. Elaludt a kijelző, old fel, légy szíves. Igen, egy. Azt láthatjuk, hogy a kártyán, akkor most már el lehet mondani, igen, hogy a Párizsi Eiffel-torony van. És a telefonon is van megnyitva egy képe. De ez nem volt a keresési előzményekben. Nem. Ugye te az Eiffel-tornyot választottad, viszont
neked is lenne feladatod. És azért azt is álljuk el, a pakliban több másik híres épület is volt, nem csak a Colosseum és az Eiffel-torony. Bezártam, meg az nem probléma. Igen. Hadd kérlek meg téged viszont arra... Most hagyományos francia? Igen, ez most egy hagyományos francia kártyacsomag, hogy mutass rá egy lapra, bármelyikre, amelyikre csak szeretnél. Jó, miért? Nem, ez legyen biztosan? Ez, igen, hát most már. Légy szíves. És nézzük is meg, nyugodtan én is láthatom. Te is láthatod? Persze. Hát az úgy elég könnyű lesz megmondani, hogy ez melyik. Ez egy trefdáma. Trefdáma. Szuper. Ez a jóslat végig itt volt, ugye? Igen. Amióta bejöttél az útra. Amióta bejöttem, ez a jóslat végig itt volt. Most én ezt felbontom, és én előre ide egy papírt elhelyeztem. A boríték teljesen üres. Most nézzük meg, hogy mi van rajta a papíron. Hát először is Franciaország, majd Párizs. Igen. Eiffel-torony, illetve a te általad választott kártya. Azokat a kártyákat nem láttam, az csak trefdámakon. Majd mindent megnézzük. Azt a mindenit. Hú, ez, bár ez a típusú trükk azért, szerintem már azért szembe jöhetett az emberekkel online különböző feletteken, de mindig elképeszt, mert elképzelésem sincs, hogy csinál. Próbáltam egy picit renitens lenni, és figyelni a kibúvókra, és azt mondtad, hogy próbáljak meg a felénél a paklinak szólni, és egy kicsit akartam húzni, hogy csak azért se a fele legyen, és mégis összejött. Igen, lefigyeltem, hogy azért talán túltolod, de lehet már azzal is számolt erőre, bánt, viszont lehet, jó, ismert. Most szerintem milyen aranyosan ledöbbenve reagáltunk. Amúgy arra, hogy szoktak reagálni, akár ismerősök, akár kevésbé ismerősök, amikor te elmondod, hogy bűvész vagy, és ezzel foglalkozol. Igen, ezzel foglalkozol? Megehetésszerűen ezt lehet mondani? Hát sajnos még nem, bár ez a terv. Én egyébként informatikusnak tanulok jelen pillanatban. És hogyan szoktak rá reagálni amúgy? Hát általában meglepődnek rajta, és mindig azt kérik, hogy mutassak egy trükköt, meg hogy egyből a pénztárcájukhoz kapnak, hogy még biztos elloptam, vagy stb. Ilyet még sose csináltam. Meg szoktak lepődni, az a gond, hogy általában, legalábbis én sokszor tapasztalom ezt, hogy a bohóccal azonosítják a bűvészt, pedig ugye azért nem így van, tehát fesztiválokon, egy nagy rendezvényeken is egy bűvészműsor megállja a helyét. Hát igen, az nagyon nem ugyanaz. Igen. Bár minket ámulatba ejtettél, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és akkor további sok sikert kívánom neked, illetve azt, hogy akkor bűvészként is meg tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.